közbegyűlt, és ősen. Jézuska és Télapó, avagy a vajdasági magyarok karácsonyi és újévi szokásai a szocializmus időszaka alatt. Az árt közösségek megszűnése, földet vagy iskolát. Csak néhány cím a 8 előadásból, amelyek a családkonferencián elhangoztak. Azt a periódust szerettük volna feldolgozni, amely, hát ki kell mondani, hogy nem igazán van még feltárva. Ez a második világháborútól 1945-től 1990-ig. Hogyan alakultak át a családok, milyen tényezők voltak azok, mely tényezők, amelyek oda vezettek, hogy felbomlik a zárt közösség, és hát egy egészen új trend alakul ki. Nyugatbácskai Szűzanya emlékek címmel jelent meg Schilling István és Schilling Léda legújabb kötete, amelyet bemutattak a tanácskozáson. A nyugatbácskai szabadtéri szűzanya emlékeket kutattuk fel, azokat vizsgáltuk, írtuk le, és mutatjuk be. Nagyon szép, szinte ilyen fotóalbumszerű kiadvány, a fórum adta ki, tehát erről van szó, hogy a 18. századtól napjainkig milyen szűzanya emlékek születtek. A konferencián 7 önkéntes amatőr gyűjtő részesült a Kislajos Néprajzi Társaság díjában, akik a folklór és a tárgyi kultúra terén sokat tettek azért, hogy hagyományaink megmaradjanak.